Sziasztok, Zsuzsi vagyok, és ez a mai videó, ahogy a címből is láthatjátok, a 2024. februári sminkosár videóm lesz, de azzal fogjuk kezdeni, hogy előbb gyorsan átnézzük, próbálok majd így viszonylag gyorsan átmenni azokon a termékeken, amiket a januári kisminkosára választottam ki. Lesz néhány termék egyébként, ami marad még a következő hónapra is, ezt majd mindig mondom, most itt egy kicsit nagy a káosz, de mindjárt rendet vágunk közöttük. Szóval mutatom először nektek azokat a termékeket, amiket elhasználtam ezek közül, eleve ezzel a szándékkal kerültek bele a sminkosárba. Nagyon szerettem, de elfogyott a Regi Beauty korrektorom, ez a 04-es árnyalatú korrektor, szerintem ez nálam újravevős lesz. Elfogyott a Diornak ez a Forever alapozója, ez az 1-es árnyalat volt, ami nekem egy picit világos volt. És hát lányok, az az igazság, hogy én ezt az alapozót szerintem nem venném meg, egyáltalán nem volt a kedvencem, ugye egy másik alapozót használtam még mellette, az Estée lauder a Double Wear alapozóját, ami az én bőrömön nagyon szépen mutat és nagyon-nagyon tartós. Ezzel az alapozóval viszont az volt a tapasztalatom, nekem hajlamos volt beülni a pórusokba. De, itt jön a de, használtam mellé egy primert, a Regi beauty ezt a primerét, ami egy ilyen szilikonos, a pórus feltöltő primer, eltünteti a pórusokat, van egyébként más ilyen primer is, de én most kifejezetten ezzel használtam ezt a Dior alapozót, és a kettő együtt egyébként működött, úgy egészen szép volt, de önmagában Nekem annyira nem. Egyébként nap végére jött ki nagyon ezzel az alapozóval. Egyébként azért tegyük hozzá, hogy én nagyon-nagyon szigorú voltam ezzel az alapozóval, mert egy Dior alapozóról van szó, ami csiliárdokért kapható, úgyhogy én, én, nekem komoly elvárásaim voltak. Tehát nyilván, hogyha egy ha azt néztem volna, hogy mondjuk ez a drogériában kapható mondjuk 3 és 4 ezer forint között, akkor azt mondom, hogy tök jó. Vagy mondjuk legyen akár 5-6 forintos alapozó, annak azt mondom, hogy tök jó, de 10-20 nem tudom, hogy mennyibe kerül egy ilyen alapozó, annyiért nem, én sokkal inkább akkor az Estée választanám. A másik alapozó, akkor erről beszéltem, ez az Estee Lauder alapozó, amit viszont a mac ezzel a Prepent Prime primerével használtam, ami elfogyott. Nekem ez nem egy kedvenc primerem, de úgy szívesen elhasználgatom, szép kis fényt ad a bőrnek. Kifejezetten jó egyébként, ugye ez egy nagyon-nagyon matt alapozó, ezért egészen szépen tud együttműködni egy ilyen primerrel, úgyhogy ő elfogyott. Illetve ehhez az alapozóhoz, ami még fontos lesz, benne is hagyom még a jövő havi sminkosárba, tehát a februáriban ő maradni fog, akkor őt majd így ide teszem, de amit használtam hozzá, és köszönöm, hogy így eszembe juttattátok, hogyha túl világos, mert ez is nekem egy icipicit világos most, szóval eszembe juttattátok, hogy nyugodtan használhatnék hozzá mixert, ugyanis van itthon mixerem, ez az Evanának a foundation mixerje, ez a 14-es árnyalat, tehát ez egy ilyen sötétítő mixer, abszolút jól működik az Estée Lauderrel, úgyhogy jövő hónapban őket így fogom használni és akkor egyébként már itt hagyom ezt a primert is, amit mutattam nektek, mert őt is fogom még jövő hónapban is használni. Majd, hogy nem elfogyott, és tényleg szerintem már egy-kettő alkalomnyi használat van benne, a Revolution Fixáló Spray, én ezt nagyon-nagyon kedvelem, jövő hónapban tuti elhasználom. Elfelejtettem használni lányok, teljesen elfelejtettem használni, illetve nem igaz, mert egyszer használtam a Macnek ezt a Preppent Prime Highlighter-ét a Bright Forecast árnyalatban, viszont ez most nekem még sötét, úgyhogy őt most kiveszem a sminkosárból, és majd tavasszal szerintem újra bekerül. Elhasználtam, nagyon-nagyon szerettem ez a YSL-nek a leskles szempillaspirája. Sajnos egy eléggé drága szempillaspirál, de tényleg gyönyörű szempillákat csinál, úgyhogy, úgyhogy ez azért ott van a listán, hogy lehet, hogy egyszer még meg fogom venni jó kis szempillaspirál, ami viszont még maradt, és még fog is maradni, és remélem, hogy el fogom használni. Nem vagyok nagyon oda érte, egyébként úgy egyre kevésbé minél többet használom. A Maybelline-nek ez a Surreal Falsies nevezetű szempilla spirálja. Mutatom a fejét. Mm, nem tudom. Valahogy nem tudtam igazán bele szeretni. Egyáltalán nem ilyen műszempilla effektus, tehát, hogy inkább pont, hogy természetes szempillákat csinál, és nagyon nehéz leszedni. És ez az, amit egy kicsit unok ezzel kapcsolatban, hogy nagyon nehéz leszedni ezt a szempilla spirált de egyelőre marad, sőt, remélem, hogy így jövő hónapban el is tudom használni. Na, ide rakom, amik maradnak. Ami még maradni fog, de nagyon sokat használtam, és abszolút kedvelem, ez az It Cosmetics Bye Bye Pores préselt púdere. Nagyon szuper. Ó, ezt látjátok, hogy jó sokat használtam, és tényleg abszolút ah, belenyúltam. Jó, nem olyan vészes nem olyan vészes szóval látszik, hogy jó használtam. Tavalyi év kedvence volt, és abszolút még az idei év kedvence is. De ezt most ki fogom venni, ugyanis helyette egy másik krémbronzosítót fogok használni a februári hónapban. Catrice Caviar Gouche paletta, egyelőre még ő is marad, bronzosítót használom főleg belőle, néha a highlightot, de a bronzosító kifejezetten világos bronzosító, úgyhogy ezért marad. Marad, mint én a Bambi Pirosítóm az Essence-től, nagyon szeretem a színét, úgyhogy én ezt abszolút használtam is, és még szeretném használni. Viszont megy most a sminkosárból, de szívesen használtam az Essence-nek, a Catrice-nek a Purglis palettája, nagyon szép fényes színek. Ja, az, hogy kiveszem a sminkosárból, egyébként nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem fogom használni, vagy hogy biztos, hogy nem használom, mert ugye egész hónapban nem csak ezeket a termékeket használtam, csak úgy kifejezetten próbáltam rájuk koncentrálni. Marad, marad, marad! Meg mm, őt is hagyom még. Őt is hagyom még, mert egy ilyen nagyon szép, ilyen skin finish, de lehet, hogy nem is az a neve egyébként, hanem ez egy pirosító. De mivel hogy egy eléggé világos pirosító, egy ilyen gyönyörű, fényes finist hagy így a bőrömön. Úgyhogy nekem ez tényleg inkább egy ilyen pirosító topper árnyalat. Nagyon kedvelem, főleg így télen. Kicsit ilyen hasonló termék, vagyis hát ilyen highlighter jellegű. Ez a BH Cosmetics-nek az Aspen nevezetű palettája, ilyen nagyon-nagyon izgalmas highlighterekkel használtam, főleg egyébként szemhéjra, tehát főleg úgy használtam egy belső szemzukba a highlighternek, de egyébként ezt azért simán lehet arcon is használni, vagy ezt a Frostbite árnyalatot, nyilván most itt az ujjamon mind a kettő eléggé, eléggé ilyen intenzíven tömören van, de ezt azért használtam az arcomon is, és azt hiszem volt smink, amihez ezt is használtam, úgyhogy lehet azért vele így játszani, kicsit kevergetni így az árnyalatokat. Szóval ez egy nagyon izgalmas kis paletta, de jövő hónapra nem marad a sminkosárban. paletták, fogok berakni nektek fotókat, néhány fotót azért így készítettem a különböző sminkekről, amiket hordtam így ebben a hónapban, ezekkel a palettákkal. Hát egyfelől, ugye ebben a hónapban próbáltam ki, és ígértem, hogy majd hozok nektek videót, de még nem készítettem el ezt a kis Makeup Factory palettát, ugyanis én nagyon szeretem főleg ezeket az ilyen kicsit ilyen tört lilás árnyalatokat, szerintem gyönyörűek, és annak ellenére, hogy elsőre egy nagyon lilának tűnik ez a paletta, nagyon jó a tudtam úgy használni, hogy akár hétköznapi sminkekhez is mondjuk csak egy ilyen lilással mélyítettem a külső szemzugót, vagy csak egy-egy ilyen fényesebb árnyalatot használtam így a mozgó szemhéjamon, vagy ez egy nagyon jó ilyen kis mélyítővonalban való árnyalat, vagy hogyha mat minket használtam, akkor ez akár a, a szemhéjamon is teljesen jó volt, szóval ne, egészen, egészen jó a kis kihasználható kis paletta. Tartóságát tekintve egyébként nem a legtartósabb formulám, úgyhogy abban így azt mondanám, hogy közepes, nem is vészes, nem is vészes egyébként, de, de azért ennél vannak tartósabb szemfestékeim is. Berjem Velvet paletta, Hát ez egy jó kis sötét paletta, ezt is használgattam, kicsit sajnálom, hogy nem használtam többet egyébként ezt a felső, felső részét, a bronzosítót, pirosítót, pedig szép nagyon ez a pirosító. Na, amit nagyon szerettem, ez egy gyönyörű árnyalat, illetve ez a Teddy is gyönyörű árnyalat. Egyébként ez egy nagyon jó kis paletta, szóval én ez alapján szívesen is simán próbálgatnék még Berry M termékeket. Aztán volt egy Evana paletta, Essential Beauty Eyeshadow palett, ő így néz ki, ami nagyon érdekes felfedezésem volt, smink, kettő, olyan smink volt, amit nagyon szerettem ezzel a palettával, egyfelől volt egy, amiben ez volt a főszereplő, és ez, ez a barna, nem én teljesen beleszerettem, és nagyon érdekes, ez tűnik a legunalmasabb színnek, és mégis annyira jó kis szép árnyalata van valahogy a mélyítő vonalban, hogy ezt én kifejezetten megszerettem hétköznapi sminkekhez, a mélyítő vonalban, semmi izgalmas, tudom, semmi izgalmas, és valamiért mégis nagyon jól működik szemhéjon. Ezt meg csak azért így megint mutatom nektek, gyönyörű. Egyébként ezzel a palettával is az az egy, hát nem probléma van, de azt, azt így érdemes tudni, hogy rajtam nem a legtartósabb. Úgy szintén ugyanúgy, ahogy a Makeup Factory, egy ilyen közepes tartóságú. És akkor a Glam Shop palettám, amit minden egyes alkalommal muszáj nektek néhány szvacsot csinálnom a fényesekről, mert ez ennek a palettának az erőssége. Azért egy kicsit használtam ezeket az ilyen barnásabb árnyalatokat így a hétköznapi sminkekhez, vagy ez a burgundi egyébként szerintem nagyon szépen kiasználható, és hát én nagyon szeretem ezeket az árnyalatokat, de hát ugye igen, ezt már szerintem, ha követed a csatornámat, nagyon sokszor mutattam nektek itt az elmúlt hónapokban, amióta kipróbáltam, a fényesek, valami csodásak. Úgyhogy ők ilyenek. Ja, és valaki kérdezte tőlem, kommentben, de majd kommentben is fogok válaszolni neki, szóval felmerült a kérdés, hogy ezek mennyire glitteresek. Hát ezek egyáltalán nem glitteresek. Nem is tudom, ezt meg szeretném nézni, mert nem emlékszem, csak arra, hogy gyönyörű fénye van. Tehát lehet, hogy ez egy kicsit ilyen változatos, hogy ebben vannak pici glitterek, vagy hogy mondjam, ebben így jobban jobban érzékelhetőek ezek a glitterek, de ebben megint csak a válasz tehát, hogy mennyire glitteres vagy nem ez a paletta. Vannak benne árnyalatok, mint például ez, amik kifejezetten vannak benne érzékelhetően ilyen mikroglitterek is, nagyon picik, de vannak árnyalatok, amikben viszont nem tudom, hogy mivel érik el az, hogy ennyire fényes legyen, lehet, hogy annyira, annyira apróra őrült glitter van benne de a többinél például ezt nem annyira érzékeltem. Úgyhogy hát így keresgélni kell, nézegetni kell az árnyalatokat, hogy melyik az, amelyik nem glitteres, egy arcra való termék. Ez a Catrice-nek, ez a tavalyi év, illetve két évvel ezelőtti ilyen krémpirosítója, amit én nagyon-nagyon kedveltem, és egyelőre marad, nem marad? Nem, egyelőre nem marad, mert másik krémpirosítót fogok használni februárban de azért lehet, hogy alkalmanként előkörül. Használtam a megnek ezt a kis nagyon-nagyon szép lilás árnyalatú ready to party illetve hát ilyen levendula egészen világos lila árnyalatú ready to party nevezetű extra dimension szemfestékét, úgyhogy nagyon kis jó darab. És akkor maradtak a rúzsok és szájra való termékek, itt minden más jön velük együtt. Amit a legtöbbet használtam, az, amit el szeretnék elhasználni egyébként, úgyhogy rájuk fókuszáltam, a egyfelől a Revolution Simpson rúzs, egyébként egyszer volt, hogy már így egészen leülepedett a rúzs, és akkor valahol már itt vagyok vele, úgyhogy tényleg már sokszor csak így kapargatni kell az oldalát, remélem jövő hónapban el tudom használni, a másik pedig a Balmnak ez a Confident nevezetű, Confident árnyalatú rúzsa, úgy szintén hasonló kép szerintem ezzel már nagyon a végén vagyok, de marad. Nagyon örülök, hogy nem romlott meg a Bobby Brownnak ez a kis Neutral Rose nevezetű rúzsa, úgyhogy nem tudom annó miért szárította ki a számat, de most nem, úgyhogy ez hál' Istennek jó. De helyett most másik ilyen nudosabb rúst fogok választani. Használtam a sínek ezt a Silk Matte Liquid Lipstick-jét, hát ezt kétszer használtam, nem szeretem annyira, mint a pirosat, egy picit vastagabb a formula, de hogyha figyelek rá, hogy szép, vékonyan vigyem fel, egyébként akkor akkor ennek is nagyon szép finise van, viszont a szín hm, nem annyira érzem magaménak. A megnek viszont nagyon szeretem ezt a rúzsát, ez a Beam Der Dandet nevezetű rúzs, gyönyörű szép árnyalata van. Igazi ilyen kis februári télies, de egy kicsit már ilyen tavaszias hangulatú rúzs. Amit viszont nem használtam úgy, hogy még maradni fog, illetve nem igaz, mert egyszer használtam, de mielőtt így Mielőtt így több infót mondok nektek róla, még szeretném jobban tesztelni ez a Rosa Herbal Skincare nevezetű márkának a Lip Care. ilyen ajakbalzsamja, ő így néz ki. És na jó, hát én ezért egy nem vagyok nagyon oda, mert nem érzem, hogy olyan igazán szép lenne az ajkakon. Eléggé nem balzsamos ahhoz, hogy szépen hidratálja az ajkakat, Viszont a színe az pont amiatt, mert nem teljes fedésű, ezért egy kicsit ilyen foltos, de nem tudom, lehet, hogyha jobban aláhidratálok, de hogy pont ez lenne a lényeg egy színezett ajakbalzsamnak, nem, hogy hidratál. Na mindegy, szóval én ezzel még egy kicsit fogok kísérletezni. Elfelejtettem használni, tényleg ezt elraktam, és egyáltalán nem használtam a Revolutionnek ezt a szájfényét, úgyhogy még ő is marad illetve marad továbbra is a Makeup Obsession-nek. Ez a szájceruzája, amit használtam, de már nincs belőle sok hátra, és szeretném el használni. Na, mindent be is pakoltam ide, kicsit nagy a káosz, de majd így Szépen haladunk megint csak velük. Kezdem a rendkedvéért az való termékekkel. Még egy alapozót, illetve egy CC krémet választottam, amit szeretnék elhasználni. Egyébként valahol itt vagyok már vele, ugye át tudom világítani a csomagolást, és láttam, hogy körülbelül még ennyi termék van benne, amit szeretnék elhasználni idén. Ez a burrának, ez a CC krém, ami sajnos már nem kapható, de egy jó kis CC krém egyébként. Úgyhogy ő még ide jön az való termékekhez. Hogyha elhasználtam a revolutionos fixáló Sprite akkor pedig előveszem a Regi Beauty Setting spray aminek egy ilyen nagyon finom, nagyon finom permete van, úgyhogy ezért szeretem nagyon, és nagyon finom enyhe rózsa illata, de tényleg enyhe rózsa illat. Aztán arcra való termékek közül, hát amit mondtam, hogy ugye fogok használni egy krém bronzosítót, hát ez nem csak egy bronzosító, hanem ez egy paletta kifejezetten, ez a Made by mitchell ez a light árnyalatú palettája, és azért szeretném most kifejezetten ezt használni, mert tényleg nagyon világosak benne az árnyalatok, úgyhogy én ezt már így tavasszal magamon nem nagyon fogom tudni használni, bár a pirosítókat szerintem azért akkor is még még tudni használni, viszont a bronzosítók és a kontúr árnyalatok az tényleg így kifejezetten tére való nekem. Lehet, hogy egy picit túllagok a célom, de beválasztottam, imádtam, ezt egy elárulom, ugyanis ti még nem láttátok, amikor ez a videó kimegy, akkor még nem látjátok, nem láttátok a Made by Michelle amiben én bevallom, hogy ezt a terméket nagyon megszerettem, ez a Blush Cold Heart árnyalatban, ez egy ilyen folyékony pirosító, ami por állagúvá változik, úgyhogy ő is jön velem a jövő hónapra. Még egy krémes arcra való terméket, igen, most így, most így úgy tűnik, hogy aratnak a krémes terméket, tényleg valahogy így az elmúlt pár hónapban nagyon megkedveltem őket, szóval Clinique Chubby Stick, ez a 01-es Hefty Highlight árnyalatú ilyen highlighter stick, amit az az igazság, hogy szeretnék kipróbálni. Milyen szép természetes egyébként, szóval szép fénye van, azért ezt ugye el lehet dolgozni, és mégse ilyen nagyon, mégse ilyen nagyon művi. Szóval ez nem egy új darab, és remélem, hogy még nem romlott meg, de illat alapján nem. De mindenképp szeretném egy picit jobban kihasználni és mutatok nektek egy gyönyörűséget, ami új a kollekciómban, és szerintem ti még nem láttátok, de majd hozok róla egy sortot például, és tuti, hogy majd fogjátok látni még videóban, mert valami hihetetlenül szép, ez a Dolce Gabbana-nak a Devotion Highlightere. Hmm. Gyönyörű. Igazság szerint annyira nem is kell beraknom a sminkosárban, mert önmagában így hihetetlenül sokat használom, ha már így ha már így itt van nálam, ez a gyönyörűséges highlighter. Te csináljak vele egy swatchot, igaz? Nagyon csinálok nektek vele egy swatchot, és tényleg nagyon szép tartós, szerintem az egyik legtartósabb highlighterem. És olyan nehéz visszaadni egyébként, hogy milyen szép életben. Én nagyon szeretem ezt az árnyalatot, egy arany árnyalat, de nem túl arany, és nem is peskő. Tehát, hogy ez arany, nem peskő árnyalat. Nagyon-nagyon szép. Na, ez a hónap eléggé a highlighterekről és a krémes termékekről fog szólni, ugyanis kiválasztottam még egy másik palettát is, amit én nemrég kaptam ajándékba, és nagyon-nagyon tetszik. Így első benyomásra, ez a Catrice-nek volt a tavalyi, illetve hát két évvel ezelőtt ilyen űszi kollekciójának a bronzosító és highlighter palettája, és gyönyörűek ezek a highlighterek. Egyen, mondjuk ezt pont még nem próbáltam, de például ezt a barackosabb árnyalatot próbáltam már, és nagyon szépek. Szóval, szóval én ezzel most szeretnék egy kicsit így többet foglalkozni, mert, mert nekem így nagyon nagyon-nagyon tetszenek, és bevallom, a bronzosítót még nem is próbáltam, mert egy kicsit sötétnek tűnt. Nekem de lehet, hogy ez nem olyan sötét ez a bronzosító. Nem, ez egyáltalán nem olyan sötét ez a bronzosító. Na hát akkor lehet, hogy inkább ezt fogom használni a Catrice paletta helyett, ugye a, a kaviárgós bronzosítóját, vagy hát felváltva fogom őket használni. Hoppá, dől le a torony. De, amit viszont még nem hoztam, ugye van egy, egy ilyen essence neutrális bronzerem, de szeretnék csinálni ebben a hónapban nektek egy videót, amiben kifejezetten ez az új évszíne, ez a Peach fáz árnyalattal szeretnék egy sminket készíteni, és az egyik termék, amin gondolkozom, ez a Catrice-nek, ez a Golden Coral árnyalatú pirosítója, ami egy nagyon szép kis pirosító, annyira finom puha, és nekem ez ilyen nagyon peachfuss hangulatú. Hát itt most a swatchon nem nagyon láttátok, de, de szerintem lehet, hogy ez lesz az egyik főszereplője annak a videónak majd, hát még kiderül. Hát nem tudom megszvacsolni. Nem tudom miért, pedig arcon gyönyörű de ugye ez egy ilyen nagyon kis világos árnyalat. Aha, itt jobban látszik azért az én bőrömön. Szóval ő is jön a sminkosárba, és egy pirosító paletta, amit ajándékba kaptam úgy szintén, ez az Ultra Blush palett, méghozzá a Golden Sugar 2 Rose Gold árnyalatban, és én ezt már próbálgattam, főleg ugye ezek ilyen pirosító topperként lehet őket jól használni, de most szeretném, egyelőre amiket próbáltam, ugye látszik, hogy ezt highlighternek használtam, vagy azt hiszem, hogy ezt a kettőt próbáltam pirosító toppárként. Szóval egy picit szeretnék itt a többi árnyalattal is. Lehet, hogy ez is egy ilyen és sminkhez nagyon jó lesz, de ezeket az egész neutrális, neutrális pirosítókat szeretném most majd így jobban kipróbálgatni. Hú, nagyon szép, szóval ezzel szeretnék egy picit többet játszani, az biztos. Van egy átmeneti palettám, érted az átmeneti alatt, ez megint egy olyan paletta, amiben vannak szemfestékek és arcra való termékek. Ez a Balmnak az Alternatív Rock Palettája. Én egyébként nagyon sajnálom, hogy a Balmot már nem lehet kapni a, a Müllerben, és lesz egy másik márka, a Sleek. Tőlük is hoztam most egy palettát, amit már nem lehet kapni, és én nagyon sajnálom. Na mindegy. Szóval ez az Alternatív Rock Paletta ami szerintem egy gyönyörű paletta, és ebben is a bronzosító és a pirosító a két abszolút kedvencem, de szerintem ezek az ilyen kicsit hideg, hideg tónusú, ilyen lilás, rózsaszínes, kicsit ezüstös árnyalatok nagyon jók lesznek erre a hónapra, úgyhogy őt is fogom használni. Akkor mutatom a Sleek palettámat, amit szeretnék használni, ez a Eye Divine eyeshadow, eyeshadow palettái közül a Grounded árnyat, ami gyönyörű földes színeket tartalmaz, és nekem nincs másik palettám, amiben ennyire ezek a nagyon szép, ilyen kicsit ilyen olivás földes árnyalatok lennének, és én ezt nagyon kedveltem. Úgyhogy számomra ez egy ilyen nagyon kis különleges paletta, ami egy jó ideje itt van a kollekciómban, látjátok is, hogy elég sokat használtam is, és én ezt, ezt szerintem most nagyon szívesen fogom használni, azért néhány szvacső jön. Ugye milyen szép? Ez ugye egy ilyen, csak ilyen kis mélyítő vonalba való árnyalat. Szóval gyönyörű. Tényleg sajnálom, hogy már hogy már nincsenek itthon. Egy új paletta, amit nem rég láthatatok a csatornámon, és nekem nagyon-nagyon tetszett. Különösen ez az árnyalat, meg ez az árnyalat. Szóval gyönyörűek, és, és arra gondoltam, hogy is itt most jön a februári Valentin napi szezon. Úgyhogy valami jó kis piros piros szemsmink az simán jöhet, de de igazából nem is ez lesz az én Valentin-napi palettám, hanem ha valami, hát akkor ez. Na, ezt a palettát, ez a Huda Beauty New Nude palettája, szerintem nagyon-nagyon sokan ismeritek, viszont nálam a csatornán még nem láthattátok, um, pedig sokat használtam és egy kicsit nem nagyon tudok vele mit kezdeni olyan szempontból, hogy nekem egyáltalán nem lett nagy szerelem. Szóval az az igazság, hogy amikor én megvettem ezt a palettát, én nem tudtam így igazán szeretni, pedig egyébként jól kihasználható, de valahogy nem. De most így ránéztem, és arra gondoltam, hogy tényleg ez egy ilyen, szerintem nagyon jó kis, nagyon jó kis Valentin nap is minket lehet majd ebből készíteni, illetve hát így ott február közepett tájéken jó sminkek készülhetnek vele, úgyhogy mégiscsak beraktam. Szóval ez egy ilyen érdekes paletta, mert egészen sokat használom arányaiban, és valahogy mégse olyan nagy szerelem nekem, nem tudom. Viszont egyébként a Hudának ugye a Pretty Crunch palettáját, azt pedig nagyon-nagyon szerettem de az is lehet, hogy benne van, hogy ez egyszerűen egy régebbi formula, vagy már maga a paletta ugye régebbi, tehát lehet, hogy egy kicsit változott a formulája, és akkor azért nem nem lett nekem tényleg olyan nagy, nagy szerelem. Ettől függetlenül tényleg ezt most szerintem szívesen fogom használni így februárban. Viszont, amit meg nagyon nagy örömmel vettem elő, hát nyilván a hudát is, de hogy értitek, mert azt viszont jobban, sokkal jobban szeretem úgy általában, a Nablának a Read My Mind palettája. A jó kis színkombináció ezekkel a mézes sárgás árnyalatokkal, vagy a másik kedvencem nekem ez a rozé sort, tehát hogy én ezt a két sort szeretem a legjobban, de ezt az árnyalatot is. Ezek a sötét barnák, sötét fényes barnák nekem most így nagyon-nagyon mennek. Úgyhogy nabla read my mind. Ebben a hónapban újra előkerül. És van még három ilyen monó szemfesték, amit szeretnék használni. Mondjuk így februárra lehet, hogy ez egy picit sok, nem baj legfeljebb, majd márciusra néhányat át, átcsoportosítunk belőle. Egyfelől a Maybelline Color Tatum, a For, Front Runner árnyalatban, őt már egészen sokat használtam, és szerintem egy ilyen igazi, ilyen jó kis téli téli bázis tud lenni így a szemfestékeknek, úgyhogy én ezt inkább szemfestékbázisként szoktam használni. Főleg ilyen világosabb, egyszerűbb sminkekhez. És két color pop monót vettem elő. Az egyik a Drift árnyalat, ez egy ilyen burgundis árnyalat. Ezt, ezt egyébként egyelőre én még csak egyszer használtam, úgyhogy ezért szeretném egy picit jobban kihasználni, mert ez inkább azért egy ilyen téli, téliesebb árnyalat, illetve, ezt viszont már sokkal többet használtam, ezt nem is tudom mennyit, de ezt már sokat használtam, de nagyon szeretem, ez a Pug Life, ami egy ilyen gyönyörű, gyönyörű ilyen pink rózsaszín, hát nem pink, mi ez, ilyen fuxiás árnyalat, de nagyon szép. És ez nagyon jó kis tartós is rajtam. Úgyhogy ők kettőket biztos használom, és még szemre való termékek közül, na ezt még ki sem próbáltam, ezt ugyanis tegnap vettem, ez a Maybelline Sky High szempilla spiráljai közül, na most én egyelőre egyáltalán nem próbáltam a Sky High szempilla spirálokat, és ez a barna. És én ezt kifejezetten azért vettem meg, hogy legyen egy barna szempilla spirálom, és nagyon kíváncsi leszek rá, úgyhogy ez lesz az egyik fókusz szempilla spirálom. Na és akkor már csak a rúzsok vannak hátra, ugye mutattam, hogy elég sok benn maradt még így a januári sminkosárból, de például ilyen kifejezetten nude rúzsnak, Elővettem a L'Oreal 173-as árnyalatú rúzsát, ami tényleg egy ilyen nagyon jó kis hétköznapi, hétköznapi rúzs úgyhogy ő váltotta most a Bobby Brown rúzsomat ilyen szerepben, és elővettem újra, mert valamikor feltettem egy pár héttel ezelőtt, és nagyon-nagyon tetszett, tényleg olyan különleges árnyalata van ennek a rúzsnak, tudom, hogy ilyen nagyon kisgyerekesnek tűnik, meg mit tudom én, meg Revolution rúzs, de nagyon-nagyon jó formulája van, és gyönyörű árnyalata, úgyhogy szerintem számomra ez egy nagyon különleges árnyalat, és azt szeretem benne, hogy iszonyatosan jó tartós. Tehát tényleg az ember felrakja ezt a rúst, és mm, bocsánat, csak olyan finom is van hozzá, szóval nekem, nekem ez a rúzs egy nagyon szuper kis rúzs. Ja, egyébként ez a revolution a Monster University rúzsai közül ez az Art rúzsa volt. Szuper jó. Tényleg nagyon szép árnyalat. És van még egy rúzs, amit szeretnék jobban és többet használni és jobban megismerni, ez a loreal az új rúzsai, ez a Matte Resistance rúzsai közül, ez a 420-as piros árnyalatú rúzs, amit nem fogok kiszvacsolni, mert brutálisan tartós, de látjátok ott, hogy tényleg egy ilyen igazi, igazi klasszikus piros árnyalatú rúzs Leszárad, elég rendesen leszárad a szájra, és borzasztó tartós, szóval lényeg az, hogy őt szeretném még egy kicsit jobban tesztelgetni. Húlányok! Szerintem jó hosszú lett ez a videó, hát erre lehet majd itt számítani, szerintem a jövőben is, de szóljatok, hogy nem tudom, rövidebb legyen a bemutatása a termékeknek, vagy, vagy jó ez így, vagy nem is tudom. Szóval nyugodtan hagyjátok itt a javaslatotokat, vagy esetleg szeretnétek látni körömlakkot is benne, esetleg parfümöt. Szóval tényleg így, ha van bármi, bármi ötletetek, hogy milyen irányba mozduljanak el ezek a sminkosár videók, akkor bátran hagyjátok itt, meg fogom fontolni. Remélem lányok tetszett ez a videó, és remélem hamarosan találkozunk. Sziasztok!